Sziasztok, Johanni vagyok, üdvözöllek a csatornám, és a mai videóban a 100 kisállt kihívást fogom folytatni. És az lenne a cél, hogy meg tudjunk szabadulni valahogy a macskáktól, vagyis ki tanulják most már azokat az utolsó dolgokat. Mindjárt megkeresem, hogy hánynál tartottak, azt hiszem 2-2-nél mind a ketten. Igen, mind a kettő macskánk 2-2-nél tart, úgyhogy egy valamiről, hogyha sikerülne őket leszoktatni, már nyert a helyzet. És azt hiszem, hogy valamelyik macskánk, talán Bagira még nincs leszoktatva arról, hogy ne egyen bele a kajába. Úgyhogy az is jó lenne, hogyha az összejönne. Viszont Petra végre felnőtt, ami azt jelenti, hogy többet nem kell. Oda jó, Petyi is felnőtt. Többet nem kell iskolába menni. Petyiből is nagy kutya lett, és Petyi koszos. Petyit meg kéne fürdetni. Jobb lenne, hogy igyekeznél az alvással. Sőt, Arturt is meg kéne fürdetni. Ezek a kutyák meg folyamatosan összekoszolják magukat. Jól van, akkor legyen az, hogy megfürdetjük Arturt először. Gyere, Artur! Aztán utána pedig Pötyi volt közös, ugye? Pötyit. Ki most végig ráfeküdt a kanapéra. Aztán foglalkozni kell egy kicsit a kerttel is. Ó, csak nem belevett a macska is. Nem, sajnos csak a kutya elvett bele. Pont Pötyi. Nem sikerült megfürdetni őt. Igen, Artur sikerült. Ez az. Kérlek, Bagira tanuld meg, mert akkor végre Bagirával készen lehetnénk. Nem. Mindig nem tanulta meg. Hát ennek viszont nem örülök. Na mindegy, ezt takarítsuk meg. És utána fürödjön le. Nem felejtettem el, hogy még Pötyit meg kell fürdetni, csak az a baj, mert Petrának annyira rossz kedve volt, hogy muszáj voltam előbb őt megfürdetni. És akkor utána, akkor most Pötyit megfürdetjük, közben hát valamelyik cica rosszalkodik, de egyelőre úgy láttam, hogy nem. Ugye azért rákattintok, megnézem. Egyelőre nem. Pedig ott van most az is. Tudunk tőle kérni pontokat, az is jó. Oké. Okay. Nem Rozit, bocs, nem Rozit. Még egyszer. Pötyi. Na gyere, Pötyi. Ó, neki meg ki kéne menni. Oké, okay. Kiküldjük. Sajnos a cicáink nem rosszalkodnak, és az a baj, nem fogadta el még a rosszalkodást. Jó, mindegy, hát egyelőre nem rosszalkodnak. Ez viszont itt megromlott. Vegyük ki a szemetet. Hát, ha arra még nem szóltam rá. De állj meg! Ne, 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 ne! Állj meg! Ne, ne, ne! Hallod? Petra, ne szórakozz velem! Tedd le! Helyes. Ne hisztisz! Pontosan ezt akartam. Pontosan ezt! Hihetetlen, hihetetlen. Ilyes vagy? Na, akkor viszont főz valami finomát, jó? Úgyis ki kéne valamit... Ja, de van valami még a hűtőben? Mi van a hűtőben? Ezt kirakjuk a cicáknak, te meg főzöl magadnak valamit, jó? Egy 8 adagosat, hogy a macskáknak is tudjunk belőle kirakni. Például... nem is tudom, legyen salátát. Hihetetlen, de azért is megvannak messze az állatkák. Salátáért. Ó, szegényként, mit összeesik Rozi, lehet, hogy elmenne aludni. Pedig vannak lerakva ágyak, ha jól emlékszem, mondjuk csak 2. De hát akkor is el tudnám menni aludni. De ne, Rozi, ne tedd már meg a kaját, hát... Nem neked tettem oda. Rossz, Rozi. Kutyák bezzeg rögtön rosszalkodnak. Mindenki át akar jönni folyton, meg el akar minket hívni valahova. De most teendőink vannak. Én amúgy nincsen hangja néha az ilyen értesítéseknek, vagyis egyiknek sincsen. Ezt én állítottam be, hogy ne zavarjanak be, amikor játszok a sztoris móddal, de mindegy. Most így marad, mert is beszélni halljuk őket, szerintem a többi meg annyira nem zavaró. Na gyere, cica! Mi van ott? Ott, ez mi van? Nem tudom, hogy ez hogy került ide, ez micsoda, de mindegy. Gyerünk, cicák! Valamelyik rosszalkodjon! Kérlek, rosszalkodjatok, cicák! Mit csinálják velük, hogy rosszalkodjon? Lehet, hogy kiabálni kéne vele? De nem akarok kiabálni.
Túl jók most ezek a cicák, túl jók. Na gyerünk, skacok, rozdálkodjatok! Gyerünk! Lehet, hogy meggondolatlan dolog volt tőlem lentani a hajamat, mert most nagyon melegen van, úgyhogy lehet, hogy mindjárt felkötöm. Hát valamivel jobb. Reggel az a baj, még nagyon hűvös volt most, viszont már megint nagyon meleg van. Mit csinálsz? Mit csinálsz, cica? Semmi rosszat. Semmi rosszat. Csak nyávog. Ok. De ez már megint megromlott. Nem, már megint kidobta a szemetünket, tehát ezt nem hiszem, ezt... Madárjesztő! Menj innen! Most már tényleg, menj innen! Nem hiszem el, amit csinálsz. Nem akarlak, hogy itt legyél. Menj el! Sem tudom elküldeni. Oké. Akkor viszont bezárjuk az ajtót. Vagy... És mi van, hogyha... Bezárom az ajtót. Talán, hogyha a householdot engedem, akkor a kutyákat tudtam, hogy beengedi. Hova mész? Hóembert akar építeni? Hát ki vagyok én, hogy ellent mondjak neked, Petra. Ha te hóembert akarsz építeni, akkor építsél hóembert. Remélem szép lesz. Te gyorsan építed ezt a hóembert. Na lássuk, milyen hóember lett belőle. Gyorsabban építsed. Sose derül ki, hogy milyen lesz. De ne csak eltörögjél, és abba hagyta. Hát ennyi volt a nagy lelkesedés a hóemberrel kapcsolatban, mert abba is hagyta. És hova lentél? Lentél a kutyákhoz? Vegyünk ebből egyet. Tegyük le ide a földre. Megvegyünk még egyet. És azt is tegyük le ide. Többit berakom a hűtőbe, hogy azért ne romoljon meg mind. Ezt kidobjuk. Kiürítjük. Ne, ne, ne vidd ki, ne. Állj meg. Dobd le. Azaz. Lehet, hogy el kéne tőlük vennem ezeket a macska játékokat, mert az a helyzet, hogy lehet, hogy amiatt nem rosszalkodnak. Túl jó dolguk van itt, és az a baj. Még a kajájukat is el kéne venni, és aztán végképp semmiük nem lesz. És akkor bele, muszáj belenniük az ember kajába, vagyis a szín kajába. Na, most még a csapot megpróbálom elrontani. És akkor, hát ha valami összejön, valami rosszalkodás. Csak az lesz az egyetlen probléma, hogy valószínűleg a kutyák hamarabb fognak belemenni, mint a macskák. Próbálom elrontani. Ez az! Kajla játszik a szemétben, megpróbálunk kétszer rászólni, mert az előbb is csak egyszer sikerült rászólni. Közben Pötyit lehetne már kiküldeni. Nem, nem, és nem tanulta meg. Ó, valaki ott bepittyolantott, mert nem küldtem ki időbe. Óha. Igaz? Mindegy, ezt most ott hagyjuk pocsolyának. Ezt pedig még mindig megpróbálom elrontani. Nem vizet akarok belőle, hanem... Mossa a kezét. Szorgasan mossa a kezét, hát ha sikerül elrontani. Cicák egyelőre nem rosszalkodnak. Minden esetre, míg a macskák nem rosszalkodnak, ez az. Addig lehetne az, hogy elkezdem tanítani Rozit. Rozinál ugye három dolgot kell megtanítani, úgyhogy kezdjük is el. Tréning mondjuk az üllel, és akkor azt gyorsan megtanulja. Jaj, tényleg a növényeket le kéne szedni. Na lássuk, valamelyik macska csapda beválik-e. Remélhetőleg most már nem tud bejönni a házba a madárjesztőbe. Lehet, hogy ezt is be kéne zárni, biztosan biztos. Akkor a kutyák tudnak meg a macskák kibejárkálni, de meg senki más. Úgyhogy ha nem, csak nem számítja a háztartáshoz a madárjesztőt, akkor elvileg most nem tud bejönni a lakásba. Az a baj, hogy elrontja itt a csapdákat a macskáknak.
De olyan rendesen átmennek a macskák a csapdákon, egyik se akar beleesni a csapdába, semmelyikbe. Petra pedig úgy döntött, hogy jól látom, elment aludni. Ha-ha-ha, nagyszerű. Jó van. Akkor most Petra alszik egyet, és utána akkor folytathatnánk itt tréningezést. Hát sajnos megromlottak már itt kint ezek a kaják, úgyhogy inkább kidobom. Macskák nem rosszalkodnak, sőt, szerintem a macskák fönn alszanak az ágyba. Az egyik itt alszik lenn, a másik... az meg itt kint. Semmi rosszon nem törik a fejüket. Ugye Rózival kezdtük el... Ó! Itt van Flóra. Próbálja összetörni a macskáknak a táját, illetve a kutyáknak. Már ő is ideges rájuk, hogy nem rosszalkodnak. Főz nekünk valamit, azt nézzétek, mit főzöl? Macskáknak csinálod? Mit főzött? Gyümölcskosár. Ha, és nagyon rossz minőségű lett. Jó. Vegyünk belőle, azért a macskáknak lehet, hogy jó lesz csapdának. Kettőt vegyen ki. De nehogy megedd. Nehogy megedd. Hogy örülnek Flórának a cicák. Ja, de nem tudom lerakni a földre, és ő meg nem akarja lerakni a földre. Akkor nem nyert. Akkor nem nyert, akkor viszont clean. Valamit kéne egyen. De van még a hűtőben saláta. Jó, mert gyere, egyél ebből egyet. Jó, ennek a csapnak idegesítő hangja, úgyhogy... elég volt, mert amúgy se foglalkoztatja a víz annyira a cicákat, mint ahogy gondoltam. Lehet, hogy azért, mert még csobog. Ez nem kunyizik ez a cicait? Nem. Hát sajnálatos, hogy még csak kunyizni sem kunyiznak a macskák. Hát milyen világot élünk? Hihetetlen. Hogy nem kunyiznak. Na jó, mindegy, hát hogyha a macskák nem rosszalkodnak, akkor viszont folytassuk a dolgot Rózival. És tanuljon meg ülni. Én pedig figyelem a cicákat. Hopp, hopp, hopp! Rosszalkodik a macska, és közben megtanult leülni a kutyus. Beleiszik a pocsolyába. Mi történt? Mi történt? Ó, oh, tehát azzal, hogy Skillt tanultunk, teljesítette az élet, vagyis hát célját, amit kitűzött maga elé, ugye még szilveszterkor. Hát sajnos nem tanulta meg még mindig, hol ez a másik macska. Még nem. Jaj, de cuki, ott úszik a vízben. Jó, jegyem meg, nem lehet vele úszni. Arthurnak dobunk labdát. Lehet, hogy hideg van, Arthur. Upa! Gyere, Arthur! Gyere! Kapd el! Kapd el! Hopp, hozd ki! Most én hozzam ki, vagy akkor mi legyen? Bring to me! Ja, nem tudja a parancsot. Hú, akkor valaki tanuljon meg fletcselni, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Nem akarok famous izére menni, hanem meg akarom tanítani a... Mit csinálsz? Csak nem kihozod. Arthur, hozd már ki. Sámegy mellette. Komolyan? Hát milyen okos kutya pedig ez az Arthur. De kihozza? Nézzétek, kihozta. Jaj, de ügyes vagy. Na hát ezért minimum egy juti falat jár. Egy nagy juti falat járna, de hát nem lehet nagyobbat adni. És még vízpocsolyákat is csinál a macskáknak. Ti mit csináltok ott, kutyák, macskák? Mit csináltok? Nem sikerült eljutnia odaig Petrának, hogy ad neki utána a falatot. Na mindegy, akkor viszont leszedjük itt a növényeket. Mozog a madárriasztőnk. De nem ő az a madárriasztő, aki állandóan itt van, ezért nem is értem. Mert ő csak mozog. És néha jön csak le onnan. Az a másik meg majdnem minden nap jött. Nem is értem, hogy ez honnan jön. Érdekes, azt kértem, hogy szedjen a növényeket és neki átlocsolni. Vagy félrenyomtam volna? Tényleg, hol van a kertészünk? Elvileg volt kertészünk. Ki megcsinálta, vagy lehet, hogy bezártam. És itt van a másik madárriasztő. Itt van.
Most hova mész? Teljesen más csinál. Figyelmen kívül hagyja maximálisan azt, amit én kérek tőle, és így fogja magát, és elmegy. Érdezem. Macskák, nem rosszalkodtatok mostanság? Úgy néznek ki, mint akik épp rosszalkodnak szerintem. Úgyhogy nem. Nem rosszalkodnak. Adj el mindent. Nem, Flóra, nem akarom, hogy elgyere, mert csak rosszalkodsz. Rosszalkodni tudsz. Szétszedsz mindent, és nekünk az nem kell. Most nézem, hogy mennyi pénz van. De ki kéne fizetni a számlákat? Ez mi? Szemétnövény? Aha. A szemétnövénye. Jó, akkor... Leszedtél mindent most már? Na, végre elérte a level 6-ot. Most már csak két szint kell ahhoz, hogy meglegyen az, hogy szupersállálni lehet, igaz? Mennyi kell még a szupersállhoz? 8. Ja, még két szint. Ezt nem is értem, hogy a szupersállt miért rakták 8-as szinthez? Hát... Nagyon nehéz elérni. Legyen az, hogy most kifizetjük a számlákat, mert el fogom felejteni. Nem hiszem el, most meg kintről takarítja fel a pocsolyát, viszont már két kutyánk is úszik a vízben. Ez a madár ijesztő több kárt csinál, mint amennyi hasznos. És hol van a... Kivitte a szemetet is. Egyszerűen nem hiszem el. Megnehezíti az életünket ez a madár ijesztő. Na tessék. Oké. Őt ki kell küldeni. Paolo? Nem. Ne haragudj. Olyan cukik, hogy itt úszkálnak a vízben. Rózit kéne tanítani, de Róz épp ki akar menni, úgyhogy akkor Rózit hagyjuk. Akkor viszont legyen Pötyi, és tanítsuk meg neki a labda visszahozást. Training. Mennyi mindent lehet neki tanítani. És azt miért nem tudjuk? Kell hozzá egy labda. Hova tetted a labdát, Arthur? Nálad volt utoljára. Fogadjunk, hogy a madár ijesztő elpakolázta valahova. Van valamilyen tartóbuxunk? Hova lett a labda egyáltalán? Hihetetlen. Eltűnt. Arthur, nem letted a labdát? Akkor veszünk egy másikat. Ezzel nem újon, hogy nem tudjuk megtanítani nekik a játékot. Bum, ott egy labda. Lesz kettő is. Bum. Biztos, ami biztos, hogy legyen tartaléklabda, hogyha az is eltűnik. De berakjuk az inventóriába. Mi csinálsz ezzel? De nem kértem, hogy egyél. Ennyire ilyes volt. Mindegy, most már fejezze akkor be. Valamik szerem kínála. És utána akkor elmegyünk a kutyát tanítani valamelyiket. Persze, hogy a kutya azonnal bele eszik a szemétbe, és nem csak, hogy beleeszik, de azonnal koszos is lesz. Ezt ki kéne dobni. Na most mondtam, hogy nem szakítom meg nála az evést, de most sikerült megszakítani, igaz? Ó, csak nem kunyizik? De! Kunyizik, szólj rá! Hagyd a kukát, nem érdekel, csak gyere és szólj rá! Hát ez ennyi volt, és nem sikerült megtanulniuk. Hát hihetetlen, komolyan mondom. Na most mit csinál? Megint azt csinálja. Szólj rá megint! Petra, szólj már rá! Ez az. Bagira készen van, hivatalosan is. Bagira készen van, úgyhogy most már csak Kajla maradt hátra. Neki kell egyetlen egy dolgot, ha megtanul. Akkor készen van ő is, és akkor ő is ki tud költözni. Na de ezt a kutyát meg kéne fürdetni. Már nagyon-nagyon koszos. Utána folytathatnánk itt a tréninget. Tehát mostantól már csak Kajlára kell odafigyelnem. Hogy ő mikor rosszalkodik valamit. Hát ha... Ott a garázsban amúgy van két pocsolya is, úgyhogy... Akár azt is lehet, hogy jól rosszalkodik. Valamit. Igazából... Megpróbálhatjuk azt, hogy odahívom Petrát, és odahívjuk a cicát. Cica, menj oda be. És... bezárjuk. Bezárjuk azt a cicát oda. Ö,
kap kaját oda bentre, hogy nehogy van baj legyen, de csak olyan kaját, amiért le tudom szídni, és meglátjuk. Most, hogy csak itt tud bármit csinálni, rosszalkodik-e? Tehát most nem jöhet ki a garázsból, addig, amíg nem rosszalkodik. Figyellek! Még rakok oda neki konyhapultat is. Hát, ha fel akar ugrani. Sőt, a konyhapultra kéne valamit tenni, ami miatt felugorjon. Mondjuk egy labdát. Hát, ha... Nem lehet rárakni. Sims, komolyan? Nem lehet rárakni a labdát? A pultra? Mert hogy miért? Komolyan. Na jó, mindegy. Akkor semmi. Te meg leültél játszani. Nem játszunk, hanem kutyázunk. Mégpedig... Rózival. Hello, Rózi. Rózi, éhes vagy? Nincsen kirakok olyan? Igen. Nincs kirakva, ezt megtöltjük, meg ezt is. És akkor, hogyha lesz kirakva kaja, akkor valószínűleg már nem lesz ilyen probléma. És úgy látom, hogy Pöttyének pedig most kell kimennie. Úgyhogy most csak egyikinek se tudom elkezdeni a tréningjét megint. Rózi, éhes vagy? Most megy enni, igaz? Igen. Az a cica ott mit csinál? Elment aludni. Komolyan! Nem bírom rávenni arra, hogy rosszalkodjon Kajla. Pedig ma, Kajla, neked rosszalkodni kell. Kötelező. Cica, ne csináld. Figyeld, kapsz még szemetet is, nem tudom egyszerűen. Tessék. És csak alszik, és alszik, és alszik. Ne aludj, kelj föl. Rosszalkodj. Szegény cica. Rosszalkodj valamit, kérlek. És honnan veszi el a kaját? Hát nem hiszem el komolyan. Bejön ide, hogy elvegye a kaját a macskáról. Oh. Na gyerünk, valamit, bármit, rosszalkodj. Hopp. Megindult? Igen? Ennyi? Nem már. Tudom, hogy még nem tanultad meg se azt, hogy ne így áll a pocsolyába. Se azt, hogy ne játsz benne. Csinálj valami rosszaságot, kérlek! Hova lett? Gyorsan megsimogatjuk, nehogy aztán itt azt higgyétek, hogy rossz bánásmódban van részt a szegény macskának. Szó sincs erről. csak azt szeretem, hogy rosszalkodjon most már tényleg. Na, menj szépen aludni te meg. És akkor hát, ha amíg alszol, addig rosszalkodik ez a cica valamit. Hát, Kajla semmi rosszat nem csinált. Viszont szerintem éhes, úgyhogy adunk neki gyorsan enni. Nehogy itt aztán baj legyen. Most már rendben van, úgyhogy várunk arra, hogy valami rosszaságot mégiscsak csináljon. Azt igen, azt elviheted. Sőt, ezt is elvisszük. Igazából annak örülnék, hogyha bele enne a pocsolyába inne egy kis vizet. Tehát semmi ezt nem szeretnék tőle, mert akkor már rá tudnék szólni, és elvileg azt még nem tanulta meg, hogy ne igyon bele a pocsolyába. Ez képes nem is csinálja, de mindegy. Hát, ha rá fanyalodik. Valami kaját csak kéne kirakni neki, akkor főz valamit. Mondjuk legyen ilyen hal, hát nem igaz, hogy a macska az nem megy rá a halra. Jó, és hogyha megvan ez a halfőzéssel, ott elszik egyet, ő is. Egyet vegyen, meg ki belőle léci. Ok. Többit berakjuk ide. És lerakom neki ide a földre. Hát, ha beleszik. Jelenleg csak ott tücsörög és nem csinál semmit. Hú, nagyon nagy vihar van. Akkor egyél szépen. Hát... így sajnos nem haladunk szegény cicával. Nem hajlandó. Visszautasítja a rosszalkodást. Jó, már kiengedem most már, mert nem szeretném, hogy tényleg annyira rosszul érezze magát. Akkor ő egyelőre nálunk marad, mert ő nem akar rosszalkodni. Viszont Bagirát már örökbe tudjuk adni. És akkor hányan leszünk? Akkor lesz két hely a háztartásban, és akkor a következő alkalommal tudunk két kutyust, illetve a két kutyát, aki most már van, két nagy kutyát, azt akkor ki is tudom képezni. Úgyhogy a következő részben valószínűleg négy új kutyánk is lehet.
mi van? Kiengedtem. Kinyitottam. Ja, még nem. Most nyitottam ki, bocsánat. Most nyitottam ki. Kimehetsz, macska, szabad vagy. Pöttöm éhes. Akkor hívom menni pöttömöt, biztos a vihar megzavarja, és nem tudja, hogy ott van a kaja. Jaj, de cukik, örülnek egymásnak. Jól van, na. Pedig olyan jó lett volna neked ketten örökbe adni. Ne egyedül kelljen mennie Bagirának. Hát mindegy. Nos. Török az ég, esik az eső. Én most mindent megpróbáltam, hogy... Kajlát is kitanítsam, de sajnos nem sikerült, úgyhogy... akkor azt a következő részre hagyjuk, illetve lehet, hogy akkor egyelőre hagyjuk Kajlát, és majd rosszalkodik ő valamikor, és akkor egyelőre most a kutyákra fogok koncentrálni. A Pötyi még semmit nem tanult meg, viszont Rözi már igen, neki már van egy ülés parancsa, amit tud. Hol lehet azt megnézni, mit is tud? Még nem tudja? Akkor még nem tudja azt sem. Na jó, mindegy. Innen fogjuk folytani. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Igen, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. És legközelebb találkozunk. Sziasztok!